Magyarországon éves szinten 500 ezer egység, azaz 225 ezer liter vérre van szükség az életmentéshez, a gyógyításhoz. A világ 62 országában köztük nálunk is önkéntes a véradás. Hazánkban 1988 óta ünneplik a véradók napját. Az idei megyei rendezvénynek a hagyományokhoz híven a megyeháza díszterme adott otthont. Ez a legkisebb, legkevesebb, amit megtehetünk azért, hogy magát ezt a véradó mozgalmat támogassuk, illetve elismerjük erkölcsileg is azokat az embereket, akik azt hiszem, hogy azt a szolgálatot végzik évek, évtizedek óta, hiszen hogyha visszaszámolunk valaki mondjuk már százszoros véradó, hogyha azt megszámoljuk, hogy évente ötször lehet elmenni mondjuk vért adni, akkor egész komoly számok jönnek, hogy ő hány éve végzi már ezt a szolgálatot. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kell ismernünk. A megyében évente mintegy 900 véradást szerveznek, mivel legalább 30 ezer egység vérre van szüksége a kórházaknak. Ebből a Vöröskereszt minden évben 27-28 ezer egységet biztosít a kiegyensúlyozott működéshez tervek alapján. Ez azt jelenti, hogy naponta 100 egység vért tudunk biztosítani a gyógyításhoz. Az ünnepségen elhangzott, az önzetlen segítségért minden elismerést megérdemelnek a véradók, hiszen nélkülük a kórházak nem tudnák feladatukat megfelelően ellátni. Amikor nagy baj van, akkor azért össze lehet, hát úgy szoktuk mondani, dobolni azokat a véradókat, akiknek mondjuk speciális vércsoportjuk van, és arra van szükség. És hát szoktuk a műtétek kapcsán a hozzátartozókat is kérni, hogy a saját, ha nem is a saját hozzátartozóik fogják felhasználni a vért, azonban azt valakinek majd oda tudjuk adni, tehát segítsék ilyen módon az embertársaikat ebbe. Ez általában értőfülekre szokott találni. A véradók között akadnak olyanok, akik a kezdetekkor nem gondolták, hogy több mint százszor adnak majd vért. Katonakoromban a két nap szabi érkeztük, mint minden férfi ember, és végül is az motiváltatta, aztán jó társaságba keveredtem, nagyon aranyos emberek közé, embereket ismertem meg, barátokat, és akkor nem fejeztem be ezt, és mindig célokat jelöltem, tűztem ki magam elé, és azokat elértem. Tehát most 129-nél tartok, hát legalább egy 140-ig el szeretnék érni, ha egészségem engedi, és segíteni szeretnék az embereket. A rendezvényen okleveleket és kitüntetéseket adtak át azoknak, akik már 50-nél több alkalommal adtak vért.